Neve T9. T, azaz termálkút. Fúrószárai 2400 méter mélyre hatolnak le, élükön a fúrófejjel. Eddigi 30 társától, melyek Szentesen és környékén találhatók, abban különbözik, hogy nem a mezőgazdaságban használják fel hőenergiáját, hanem egy iparvállalat teljes fűtését látja majd el. A közel 3 hetes fúrási szakasz idején éjjel-nappal dolgoznak a gépek, a munka egy pillanatra sem állhat le. A 8-9 fős műszakok 24 óránként váltják egymást. Az emberek állandó, monoton zajban dolgoznak. A mélység előre haladtával folyamatosan pótolni kell a fúrószárakat. A fúrás sebessége nem egyenletes, attól is függ, milyen talajban halad éppen a fúrófej. Az első szakaszban, vagyis a puhább, lazább rétegekben 5-7 percenként, mélyebben viszont, ahol már homokkőrétegek vannak, 15-18 percenként tesznek meg egy métert. Kint jártunkkor 2200 méteres mélységnél tartottak. A fúrófejet az összekapcsolt fúrószárak segítségével juttatják a földbe. Egy-egy fúrószár 9 méter hosszú, és a nagy igénybevétel miatt rendkívül szilárd cső. A fúrószárat a négyszögletes keresztmetszetű hajtószáron keresztül forgatják. Ezt a műveletet az úgynevezett asztal végzi. Az összeszerelt, már több mint 2000 méter hosszú fúrószár alsó egyharmadát a súlyosbító csövek alkotják. Amíg egy fúrószár súlya 300 kg körül van, egy súlyosbító csőjé már kevés híján 1 tonna. Összességében a több mint 2 km hosszú fúrószár súlya eléri a 70 tonnát. A fúrófejre 10 tonna nyomás nehezedik. Érkeztek a béléscsövek. A nagy mélységű fúrtyúkat be kell védeni. Mielőtt azonban a béléscsövek a talajba kerülnének, a meneteket gondosan ellenőrzik, a csöveket sorszámozzák, minden cső méretéről centiméteres pontosságú naplót vezetnek. A béléscsövek és a talaj közötti rést később betonnal töltik fel. A fúrás sebességéről és minden jellemző adatáról
pontos naplót vezet. Ha a fúrás sebessége lassul, az vagy azért van, mert kemény kőzetbe ütköztek, vagy azt mutatja, hogy a fúrófej elhasználódott. Ezt nem szabad szem elől téveszteni, hiszen ha egy fúrófej a mélyben mondaná fel a szolgálatot, ez több napos veszteséggel járna. A kút egynapi költsége 100.000 forint. Egy hazai gyártmányú fúrófej 10 tonna nyomás mellett 70-80 Celsius fokos hőmérsékleten 30-40 óráig üzemel. A fúrófej cseréjéhez fel kell szedni a teljes összekapcsolt fúrószárat. A súlyosbító csövek meneteit gondosan megtisztítják, majd különleges anyaggal bepermetezik. Útraiboly a fényben megvilágítva, láthatóvá válnak a legapróbb hajszárepedések is, amik a nagy igénybevétel miatt esetleg keletkeztek. A csövek újra felhasználását csak evizsgálat után engedélyezik. Amikor az utolsó szakasz is a felszínre kerül, előbukkan a 2200 méteres mélységből felhúzott, elhasználódott fúrófej. Az új fúrófejen gondosan ellenőrzik a fúvókák rögzítését. Ezeken át 75 bar nyomással tisztítja a fúrófejet a fúróiszap. Egy kis emlékeztető a fizikából. 75 bar azt jelenti, hogy egy négyzetdeciméterre 7,5 tonna erő hat.
a fúróiszapnak igen sok feladata van. Tisztítja, hűti, keni a fúrófejet, felszínre hozza a fúrási törmeléket, megakadályozza, hogy a mélyben lévő nagynyomású gázok a felszínre törjönek. A mélybe csak előírt összetételű, tiszta fúróiszap kerülhet, ezért a fúrási hordalékot folyamatosan ki kell ülepíteni. A fúrótoronynak önálló energiarendszere van. Kettő darab egyenként 700 lóerős, 12 hengeres dízelmotor és két darab áramfejlesztő aggregátor. A fúrószár adagolását és a fúrónyomás folyamatos állítását kézzel végzi. A geodéziai becslések szerint a többhetes fúrás végén óránként 60-90 köbméter, 90-95 Celsius fokos termálvíz várható. Ennek kitermelése azonban már külön csoport feladata. A fúrótornyot és a hozzátartozó berendezéseket újabb helyre telepítik, újabb energiakincs feltárására.